A Jászladányi rendőrök látókörébe került egy Jászladányi férfi, aki a gyanú szerint új pszichoaktív anyagot értékesített helyi lakosok részére. Az információt ellenőrizték a rendőrök, és egy ingatlanban elfogták a 43 éves férfit. Abban a lakásban, ahol elfogták a gyanúsítottat, csomagoló anyagot, mérleget, készpénzt és 58 darab fehér színű, kábítószer gyanús anyagot tartalmazó alufólia csomagot találtak, majd foglaltak le. A férfit előállították a Jászladányi rendőrösre, majd a nyomozók új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntetének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Megállapították, hogy a férfi egy másik ügyben bűnügyi felügyelet hatája alatt állt, és elfogásakor nem a számára kijelölt ingatlanban tartózkodott. Az illetékes járásbíróság azonnali letartóztatását rendelte el, így a rendőrök büntetés végrehajtási intézetbe kísérték.